Balázs Bencével mindig szoros meccseket szoktunk játszani. Legutóbb én nyertem, de azelőtt ő nyert. Igaz, most könnyebb volt, jobban ment nekem. Nyugodtan tudtam játszani, nem stresszeltem, volt rajtam nyomás, így azért könnyebb volt. A legnehezebb meccsem az 4 közé jutásért volt, a Kramaric Gergővel, védő volt. 4-2 lett, végig szoros meccs volt, keveset tudtunk védően gyakorolni, nagyon megterhelő fizikailag is. A Balázs Bence már okozott egy párszor fejtörés nekünk az előző versenyken, de a döntő az viszonylag sima volt, de a döntőig vezető út az nem volt annyira egyszerű, mert a Kramaric ellen azért megszenvedett, de az elődöntő döntőben már kifejezetten jól játszott, és lehet azt mondani, hogy az viszonylag simán alakult. A tenyeres, hogyha megy neki, akkor tud az erőssége lenni. Asztal közelből is igen, most itt elég sokszor sikerült belőle direct point csinálni. A fonákja is jó egyébként, de most kifejezetten jó volt a tenyeres.